Sziasztok! Ezúttal William Shakespeare-ről lesz szó. Röviden beszélünk az életéről és a, az életművéről, illetve arról is beszélek, hogy mi is az a Shakespeare kérdés. Ugye Shakespeare a leghíresebb drámaíró ever, lehet mondani, tehát hogyha valaki egy drámáról hallott életében, az jó eséllyel a Romeo és Júlia, és hogyha egy drámaíróról hallott életében, akkor az jó eséllyel William Shakespeare. Na de nézzük is meg röviden, hogy ki volt ez a bizonyos William Shakespeare nevű drámaíró. Az az érdekes, hogy ahhoz képest, hogy mennyire fontos figura a világirodalomban, tehát gyakorlatilag az angol színjátszás virágkorát fémjelzi a neve, ehhez képest nagyon keveset tudunk az életéről. Azt tudjuk, hogy egy stratford upon nevű városkában született, egy egyszerű polgárcsaládban, tehát egy egyszerű sorból származott, nem végzett felsőbb iskolákat, ennek később majd még lesz jelentősége. És azt is tudjuk, hogy 18 éves korában hirtelen feleségül vett egy nála 7-8 évvel idősebb nőt, akit Hedvay-nek hívnak, mint a színésznő, De nem ez a fontos, hanem, hanem az, hogy itt az történt, hogy hát teherbe esett ez, a, ez az asszony, vagy ez a nő, és ezért feleségül vette a fiatal. Shakespeare őt. Aztán annyit lehet még tudni, hogy 1856-ban eljött a családjától, összesen három gyerekük született egyébként, eljött Stratford upon Avonbald, és utána az öt évről nagyon keveset tudunk, tehát nem igazán tudjuk, hogy mi történt. A következő híradás az 1592-ből van róla, természetesen ezeket az évszámokat nem kell tudni, csak így a mihez tartás véget mondom. Tehát az enyek, hogy egy ilyen öt, perce, öt éves cezúra van az ő életrajzában, és a következő, amit tudunk róla, hogy 1592-ben már sikeres drámaíró és sikeres színész Londonban. Tehát ebben az öt évben valahogy így beldolgozta magát a londoni szíjjátszásba. És ö, egyébként egyre sikeresebb is lett, mint ö, mind a megítélését tekintve, tehát mind népszerűségét tekintve, mind pedig anyagilag is. Az 1599-ben épült Globe Színháznak már az egyik fő részvényese volt, ami azt jelenti, hogy, vagy arra utal, hogy erre az időre már bizony elég szép ö, vagyonra tetszett, hiszen volt mit befektetnie. Tehát eddigre már egy jó módú színész és drámaíró volt. Tehát ő párhuzamosan mind a kettőt művelte nagyon sokáig, hogy nem csak színdarabokat ért, hanem játszott is bennük. Aztán 1607 után abba a színészmesterséget, és innentől már csak darabokat írt, illetve az utolsó pár évben már gyakorlatilag teljesen visszavonult a világtól, hazament a szülővárosába, Stratford upon a ahol egyébként megvette a legnagyobb házat, tehát egész családjának egy, egy jólétet tudott biztosítani, ide vonult vissza, és a hagyomány szerint pont a születés napján halt meg 1616-ban. Tehát ez az, amit az ő életéről tudunk. Beszéljünk egy picit a műveiről. Összesen 37 színdarabot Írt, de persze Shakespeare-t nem csak a, szindarabjai hanem mondjuk, hanem a szonettjei, tehát a lírai művei miatt is szeretjük. Körülbelül 20 évig volt aktív drámaíró, és kezdetben inkább átdolgozások voltak ezek a darabok, ami a korabeli viszonyokban teljesen rendben volt. Tehát az ő korában még nem volt elvárás az eredetiség, teljesen rendben volt az, hogy valaki egy, egy korábbi darabot átdolgozott. Általában két nagy szakaszra szokták osztani Shakespeare-nek az életművét. Az első az az 1590 és 1600 közötti időszak ekkor írta a király drámáknak a többségét, a 8. Henrik kivételével, de ha annyit tudtak, hogy a királydrámák ekkor születtek, az elég, illetve ebben az első korszakban született, csak a leghíresebbeket mondom, nyilván nem sorolom fel mind a 37 drámát, a Romeo és Júlia, a Szent Ivánéi Álom, a Velencei Kalmár, az Ahogy Tetszik, Vízkereszt vagy Amit Akartok, illetve elbeszélő költemények és szonettek is születtek ebben az időszakban. Aztán azt lehet megfigyelni, hogy az 1600-as években, tehát az 1600-as évek elején Shakespeare-nek a világszemlélete egyre komorabb lett, tehát egyre sötétebb darabok születtek, egyre pessimistábban viszonyult az őt körülvevő világhoz. Ehhez annak is köze lehet, hogy időközben meghalt Elzsébet és Jakab került a trónra, tehát Angliának ez a, ez a nagyon erős virágkora ez Elzsébet ez halálával véget ért és ebben az időszakban már főleg tragédiákat írt, és egyébként az igazi művészi kiteljesedése ebben a, ha úgy tetszik sötétebb időszakában jött el, ekkor írta a Julius Cézát, a Hamletet, az Otellót, a Lírkirályt, a Macbethet a legnagyobb tragédiái közül és ami még érdekes, hogy a pályája végén tulajdonképpen megalkotott egy nagyon sajátos shakespeare dráma típust, ennek nincs egy ilyen Külön műfaj elnevezése, de például a téli reggel, meg a vihar, ezek picit így kilógnak a Shakespeare tragédiák közül, azért mert itt is nagyon tragikus az alaphang, itt is van értékvesztés de de nincs már olyan méreható katasztrófa, tehát, hogy ez a nagyon-nagyon nagy értékvesztés, ami mondjuk a Hamletben, vagy az ottokban, vagy a legnagyobb tragédiákban megtörténik, tehát az a, az a nagyon nagy veszteség az már elhárítódik, és megjelenik például megbocsátás, mint, mint egy ilyen dráma szervező erőt. Tehát a konfliktusok sokkal inkább feloldódnak, nem következik be a, a nagy katasztrófa a végén. Tehát mondom, a téli és a vihar tartozik ebbe a sajátos Shakespeare-es műtipusba. Na és akkor beszéljünk egy picit még arról, hogy mi is az a Shakespeare kérdés. Ugye itt, ami, amióta azt hiszem Szerbantal írt Valahogy úgy, hogy amióta Shakespeare kultusz van, tehát amióta Shakespeare-t a, Shakespeare a irodalom, hát talán nem tudás azt mondani, hogy a irodalom királyaként tiszteli művet olvasó közönség, azóta vannak mindenféle feltételezések arról, hogy esetleg ő nem is egy élő személy volt, vagy nem is egy személy volt, vagy nem is az az ember írta azokat a darabokat, amiket Shakespeare-nek tulajdonítunk, akit egyébként William Shakespeare-nek hívtak mégpedig az indokolja ezeket a feltételezéseket, hogy az életmű, meg, a, meg, az életrajz, az életút, az nagyon nem illik össze. Tehát, mint mondtam, Shakespeare egy egyszerű családból származott, nem tudunk róla, hogy egyetemre járt volna, vagy hogy valamilyen felsőbb iskolát végzett volna, viszont a művei nagyon nagy műveltségről adnak tanú bizonyságot. Tehát nem csak így a korai angliai történelemmel volt tisztában, hanem az ókori ókori történelemmel, a mitológiával, a filozófiával. Tehát egy olyan művelt szerzőt tükröznek ezek a shakespeare tulajdonított szövegek, amit, amilyen szerzőt az életrajz nem támaszt alá. Tehát ez táplálja ezt a feltételezést, vagy városi legendát, hogy nem is Shakespeare írta a Shakespeare drámákat. Aztán van egy olyan feltételezés, vagy az is alátámasztja ezeket a, ezeket a dilemmákat, hogy ahogyan mondtam, a színháznak nem volt nagy a társadalmi presztízse, tehát az nem volt, hogy mondjam, menő dolog színdarabot érni, az egy picit ilyen, ilyen társadalmon kívüli, kicsit még így a lecsúszott társadalmi rétegekhez kapcsolódott, persze mindenki járt színházba, de, de nem volt még olyan nagy presztízsű dolog ez, mint majd mondjuk a francia klasszicizmusban, vagy amilyen ma. Tehát az, azt is gondolják, irodalomtörténészek, hogy lehet, hogy valójában valamelyik nagyúr valamelyik nagy földbirtokos művet, nagy földbirtokos írta ezeket a, a drámákat, amiket álnéven adott ki, pont azért, hogy ne uh, hát szennyeződjön be a jó híra azzal, hogy színdarabokat ír. Vannak is konkrét um, tippek, hogy kik lehettek ezeknek a szövegeknek a szerzői. Az egyik gyakran előkerülő név az a Francis Bacon nevű uh, filozófus, aki Shakespeare kortársa volt. És egy nagyon művelt gondolkodó volt. A másik lehetséges áll Shakespeare jelöl, vagy a Shakespeare mögött álló valódi szerzőre jelölt meg egy Edward de Verne nevű arisztokrata, aki Oxford 17. grófja volt, és egyébként költőként is ismert volt, illetve Shakespeare nagy kortársa és vetétársa, Christopher Marlowe, aki szintén költő és drámaíró volt. Most az utóbbi kettővel az a probléma, hogy ők viszonylag hamar meghaltak, tehát a késői, késői Shakespeare drámákat semmiképpen nem írhatták ők. Tehát ezt nevezzük Shakespeare kérdésnek. Egyébként a mi szempontunkból nagyjából mindegy, hogy ki a Shakespeare drámákat, mert nekünk a szövegek az érdekesek, és ezekkel is hamarosan foglalkozni fogunk. Na ennyit röviden William Shakespeare-ről, iratkozzatok fel, ha tetszik a csatorna és hasznosnak találjátok, tudtok támogatni anyagilag is Patreonon, Substacken vagy itt a Youtube-on egy egyszerű szuperköszönet segítségével. És kereshettek még Facebookon és Instagramon is, most már lassan mindenhol ott vagyok, ja Discordon is ott vagyok, igen. Tehát keressétek és nézzétek a kifordított magyar órát. Sziasztok!